Sziasztok! Hauser Tamás vagyok, 1000 éve Last of Us rajongó. Jó, hát mondjuk 1000 éve nem lehetek, mert 2013-ban jött ki az első rész, úgyhogy hagyjuk ezt. A lényeg, hogyha megkérdeznétek, hogy melyik a kedvenc játékom, azt mondanám, hogy a Last of Us 2. Miért nem az egy? Azért, mert az a második kedvenc játékom. Nekem tényleg nem volt mindegy, hogy jól sikerül-e a sorozat, ami belőle készül, és nagyon, de nagyon-nagyon szurkoltam annak, hogy légy szíves, legalább valaki egyszer csináljon már egy olyan játékból készült filmet, ami nem csak úgy okéska, vagy úgy rendben van, hanem tényleg méltó az alapanyagához. Az HBO volt annyira cukipofa, hogy megmutatta nekem a Last of Us teljes első évadát, úgyhogy azt tudom mondani, igen, nem cseszték el, végre, végre valaki értett ahhoz, hogy mit kell csinálni. Hú, pedig hát azért mindannyian tudjuk, hogy van egy olyan közmondás, ami a játékból készült filmeket egytől egyig kicsinálja. Ez. A filmes játékadaptáció olyan, mint a hétfői munkanap. Pocsék. De jó, ez tőlem van, de attól még igaz. A játékadaptációk el vannak átkozva. Nagyon kevés olyan filmre vitt játék akad, amelyik legalább megközelítette volna az alapanyagának minőségét, még akkor sem, ha egyébként az a bizonyos alapanyag szinte egy az egyben vászonra vihető lett volna. Ha van olyan játék, amelyik szinte változtatás nélkül lenne mozikba küldhető, hát a Last of Us biztosan. A 2013-ban PlayStation 3-ra kijött sztori azonnal kult státuszba repült, hogy aztán a második részével együtt becsücsüljön minden idők legjobb játékainak trónjára. A Last of Us egy tökéletes játék, amelynek sztoria kellően drámai és mély, és amelyet tényleg mindenkinek, de mindenkinek ismernie kellene. Na de hogyan ismerje meg mindenki? A Last of Us megjelenése óta kijött már feljavított és nemrég még remake-elt változatban is PlayStation 5-re, és hamarosan PC-n is játszható lesz, de hát nem játszik mindenki, ilyenkor pedig segítségül lehet hívni a jó öreg mozit vagy kedves barátját a sorozatot. A Last of Us-t próbálták filmre adaptálni, de hála Istennek nem lett belőle semmi. Azért hála Istennek, mivel a játék írója és rendezője Neil Druckmann elmondta, hogy a Sam Raimi által rendezett mozit a stúdió nagyobbra is szexibre akarta venni, és akcióist akartak faragni a szereplőiből, ami legalább annyira jó ötlet, mint egy halat küldeni az Eurovízióra. És pont ez a probléma, hogy mindenki mást akar kihozni a játékokból a moziban. Druckmannnek azonban volt egy jobb ötlete, mármint nem így. Tudom, mire vágytok, arra, hogy a játék sztoriát egy az egyben filmre vigyük, de szerintem nem. Lesz belőle egy sorozat, amiben kis cicák alakítják majd a főhősöket, miközben autentikus ramlikor szól majd minden dialógus alatt. A klikereket pedig lecseréltem megélhetési politikusokra és ismert celebekre. Ja, és mindez Dominikán, mert nyaralni akarok. Nem. Druckmann inkább összeállt Craig Mazinnel, a Chernobyl írójával, aki sajnos egyben a Másnaposok 2-3 és a Horrorra Akadva 3-4 írója is, de hát senki sem tökéletes. Mazin jó választás volt a sorozathoz, hiszen ha valaki, hát ő tényleg ért ahhoz, hogyan kerüljön az ember posztapokaliptikus hangulatba. Ő és Neil együtt dolgozták ki a Last of Us sorozat forgatókönyvét, ami, és most tessék megkapaszkodni, teljesen hű az első játék sztoriához, de nem teljesen egy az egyben mondja fel azt. Hiszen az nem is lenne jó ötlet. Mert gondolj csak bele, tényleg örülnél, ha egy 9 részes sorozat gyakorlatilag mindenféle meglepetés nélkül felmondaná a kötelezőt? Ugye, hogy nem? Druckmann és Mazin így fogták a Last of Us első részét annak kiegészítőjével együtt, és kibővítették a világát, de végig a legnagyobb érzéssel és szeretettel, olyan extrákkal, amik többé-kevésbé ugyanannyira ütnek, mint az eredeti történet egésze. Új karaktereket hoznak be, a régieknek pedig még jobban vájkál a múltjában, és visszavisz minket olyan pontokra, ahol eddig még nem járhattunk. A Last of Us sorozat így egyszerre friss és ismerős. A 9 rész gyakorlatilag teljes egészében lefedi az első játékot, de néhol lekanyarodik, hogy az, aki jó eséllyel végignyomta PS3-on, aztán PS4-en is, pár hónapja PS5-ön is, kapja már valami extrát, amitől hétről hétre le akar majd ülni a tévé elé. Bár az igaz, hogy ezek az extrák vagy változtatások néhol kissé furcsának tűnhetnek. Kezdjük ott, hogy már a másfél órás első részből kiderül, hogy Druckmannék lecserélték a spórákat fura csápszerűségekre, amiktől a fertőzöttek még ijesztőbbek lettek. Állításuk szerint erre azért volt szükség, mert rájöttek, hogy ebben a világban a spórák mindenkit megfertőztek volna, úgyhogy közvetlen fizikai kontaktussal oldották meg a fertőzést, ami elsőre furcsa, de különösebben nem zavaró, sőt kifejezetten horrorisztikus. Újítás még az is, hogy egyes karaktereket jobban kibontanak, és akad egy, akinek rendesen belenyúlnak a történetébe, és sokkal jobban kibővítik azt, erre pedig egy egész epizódot szánnak, amely ráadásul az évad második leghosszabbja. Hogy erre miért volt szüksége, az jó kérdés. Nem rossz az epizód, mert bemutatja, hogyan is lehet élni ebben a szörnyűségben, viszont a játék sokkal akciódúsabban és sokkal sötétebben mutatta be ezt a történetszálat, ami egyébként nem állt neki rosszul.
Az új verzióban ez a történetszál romantikus is, reménytelen, de egyben szép is, és ettől biztosan sokan kiborulnak, majd pedig semmi értelme kiborulni. Apropó akció. Az alkotók már korábban jelezték, hogy a sorozat verzióban sokkal nagyobb hangsúly helyeződik majd a karakterekre, és ne várjuk tőle, hogy annyira akciódús legyen. Hát ezt annyira komolyan értették, hogy a széria néha mintha kínosan ügyelne arra, hogy el ne kezdjen akciózni, ami azt is jelenti, hogy hiba lenne várni, hogy a játék ikonikus akció jelenetei mindegy szálig visszaköszönnek majd a tévében. Itt tényleg az embereken van a hangsúly, a köztük lévő kapcsolatokon, és nem azon, hogyan tudnak elmenekülni a klikkerek elől, így az ő szereplésüket is visszafogja a széria, annyira, hogy szinte alig látsz belőlük néhányat a 9 rész alatt, viszont az az igazság, hogy nem is nagyon hiányzik belőlük több. A Last of Us ugyanis nem a fertőzöttek miatt az, ami, hanem Joel, Ellie és az őket körülvevő jó vagy rossz emberek miatt. Nem non-stop clicker, runner és bloater harc kell ide, hanem Bill, Henry, Sam, Tommy, Marlin, Tess meg a többiek, akikhez ezúttal olyan új szereplők is beintegetnek, mint Catherine, aki egyszerűen tökéletes genya, és nemhogy nem Loki, hanem simán elfért volna a játék eredeti történetében is. De azt le kell szögezni, hogy ez a Last of Us az a Last of Us, amit mindenki ismer, aki játszott vele. A hangulat, a történetvonala, a rémségek mind-mind tökéletesen ugyanazt hozzák, amit a játékban, még ha néha egy egészen picit eltérő formában is. A főcímzenétől eleve megdobban a szívet, hiszen a játék eredeti zenéjét hozták be a sorozatba is. A díszletek és a fertőzöttek kinézete meg egyenesen fantasztikus. Vizuálisan a sorozat 100%-ban képes hozni a Last of Us játék világát, és szinte újongani lehet, amikor visszaköszönnek a természet által visszafoglalt lepusztult városok és a sötét összetört szobabelsők. Mintha csak a játékban járnál. Az is sokat segít, hogy néhol konkrét párbeszédeket és képsorokat is átvesztek az eredeti Last of Us-ból, de akad olyan is, hogy amellett, hogy a kulcsmozzanatokat megtartják egy-egy ismert szekvenciában, kicsit csavarnak az eredetin, és ez nem válik kárára a történetnek. De akkor beszéljünk végre arról is, amitől elsőre mindenkit levert a víz, és ez a szereposztás, és igen, most rád nézek, Bella Ramsey. Ramsey ellenfényben, árnyékban hunyorítva és erős ködben hasonlít csak maximum Ellie-re, és nem fogok hazudni, meglepő módon ez nem sokat fog változni az évad alatt. De itt van egy nagy de! Bella bármennyire sem emlékeztet külsőben Ellie-re, tökéletesen életre tudja kelteni a karaktert, és eszméletlenül nagyot játszik az évad alatt. Az ő Ellie ugyanaz a vadóc, de bizonytalan tini lány, aki nem bízik senkiben, de talán még vadócabb és keményebb is, mint akit eddig ismertél. Ellie itt igazán könyörtelen tud lenni, és csak néha van meg benne az a törékenység, ami a játékbeli Ellie-re talán sokkal jellemzőbb volt. Persze, ahogy halad előre a sorozat, Bella Ellie is egyre jobban kinyílik, és őszinte leszek, nem tudom, ki játszhatta volna el ezt a szerepet ennél jobban. Pedro Pascal viszont már ránézésre is Joel-es, a játékával pedig egy az egyben a Last of Us főhősévé válik, aki ezúttal fizikailag rosszabb állapotban van, nem rohangál ő sehová, öregember nem gyors vonat. Itt is ugyanaz az igazi tragikus hős, akivel megint át kell élnünk a tragédiáját, mintha nem lett volna már elég eddig 3 konzol generáción keresztül megtenni többször is, ráadásul ezt a tragédiát a sorozat sokkal közelebb hozza hozzád azzal, hogy jobban megismerted Joel lányával, akit csodásan alakít Nico Parker, aki mondjuk egy egészen picit sem hasonlít az eredeti karakterre, de hát istenem, ez a változtatás is olyan, amivel együtt tud élni az ember. Azért is, mert a Last of Us első évada gyakorlatilag minden tekintetben kiszolgálja a játékrajongóit. Olyan kis apróságokkal, mint egy-egy létra leengedés vagy egy magaslatra felsegítés kikacsint azokra, akik ismerik a játék mechanikáját, azért pedig külön megemelem a kalapom, hogy egyszer még a játék ikonikus vészjelző hangját is sikerült belevarázsolni a sztoriba, amikor a szereplők félnek, hogy észreveszik őket. Szóval igen, a Last of Us sorozat egy hatalmas igen! Ennél jobb játékadaptáció egyszerűen még nem született. Lehet, hogy akadnak benne megkérdőjelezhető döntések, és tény, hogy nem ártott volna meg a sorozatnak, ha átvesznek még párat a játék pörgősebb szekvenciái közül, de így is nagyon kompakt ez a 9 részes évad, ami azoknak is elmeséli Joel és Ellie első történetét, akik nem akartak eddig játszani. És ha ezek után kedvük szottyanna végignyomni a Last of Us-t, akkor ott van nekik egy csodás remake, ami újfent mást adhat, mint a sorozat. Ettől szép ez, hiszen eléri, hogy annak is kicsit újat adjon, aki már betéve tudja a sztorit és játékra csábítsa azt, aki úgy tűnt, hogy nem akar foglalkozni ilyesmivel. Nem nagyon mondtam még ilyet soha, de ez az első olyan popkulturális termék, amelyben mindegy, hogy mit választ az ember, játékot vagy sorozatot, megkapja tőle ugyanazt a gyomrost. Már most várom a második évadot, amiről ugyan mi, akik játszottunk a játékkal, tudjuk, hogy egy mocskos bosszú sztori lesz, de akkor is látni akarom. Már most, rögtön. Január 16-án indul a klikkesedés, akarom mondani az első évad az HBO Maxon heti részekkel. Várd ki a végét, nézd meg mind a 9-et és utána alkos véleményt az évadról, de szerintem nagyon meg fogja érni újra, vagy éppen először átesni ezen a kalandon. És erre csak azt tudom mondani, amit Joel. Esküszöm.